Nem tudod, hol bukkan fel, icipici pixi. Javíts, segít, hogyha kell, nem is fontos kérni. Lábad elé, jól figyelj, mert mi is ott vagyunk. A titkot kérlek, őrizd meg, ne árulj el minket. A titkot kérlek, őrizd meg, ne árulj el minket. A titkot kérlek, őrizd meg, ne árulj el minket. A fixik. A rajzfilm? Igen. Így, né. Igen. Tom Tobász, mikor leszel kész? Igen, ne rajzolgass, mutasd a meglepetést. De hisz ez a meglepetés. Helyezkedjetek el kényelmesen. Csendet kérünk, és kezdődik! Jól neki ment! Rajzolhatnál egy dudort is a homlokára. Olyan lenne, mint egy igazi rajzfilm. De hiszen igazi rajzfilmet csinált. Ó, tényleg? Igazi rajzfilmet? Olyan csak a tévében van. Azokat pont ugyanígy készítik. Az animáció sok egymást követő álló képkockából áll. Minden képkocka kicsit más, mint az azt megelőző. Például a szereplő mindig csak egy kicsit jobban emeli fel a karját. Amikor viszont gyors egymás utánban nézzük a képeket, ahogy pörgetjük egyiket a másik után, olyan, mintha a szereplő tényleg mozogna. Itt készülnek a rajzfilmek, és azt képzeljétek el, hogy egy percnyi rajzfilmhez legalább 1000 képet kell megrajzolni. Na hát, ehhez én nem vagyok elég türelmes. Nem olyan nagy baj, ha rövid a rajzfilmed, főleg, hogyha vicces. Igen, nagyon vicces. Tom Tomás, ki ez a gyönyör fickó, akit lerajzoltál? Te most viccelsz, Nolik. Nem ismerted fel magadat? Én lennék ez a két bal kezes. Már elfelejtetted, mi történt veled ma reggel? Simka, te vagy a fogó, úgysem tudsz elkapni. Látod, gyorsra vagyok, mint te? Ja! Ajjajjajjaj! Ha! Az oszlop sem tudott elszaladni előled! Simka! Ugye nem mesélted el neki? Egy igazi nővér soha nem árulja be a kis öcsét! És nem vicces a rajzfilmed! Nolik! Ne menj el! Semmi baj, csak egy kicsit kiduzzogja magát! Gyere, mutatok neked valamit, amíg nincs itt. Be tudnál kapcsolni egy rajzfilmet a tévében? Hát persze! Most mit tegyek? Nézzük meg még egyszer, de most ugyanezt a részt képkockánként fogom mutatni. Tessék, ezt nézd! Ez egy képkocka, ez egy másik, és még egy. Hát nem klassz? De igen, nagyon klassz. Normál sebességgel másodpercenként 25 képkockát látunk. Most mit tegyek? Varázslatos! Simka, tudod... Annyira sajnálom Nolikot. Igen, tudom, én is sajnálom. Sokféle animációs film létezik. A kézzel rajzolt animációt, nos, azt... kézzel rajzolják, és a bábfilmek is hasonló eljárással készülnek. A készítője fog egy bábot és lefényképezi, aztán egy picit elmozdítja, majd újra lefényképezi. Ezt addig csinálja újra és újra, amíg elég képkockája lesz egy-egy mozdulat hiteles ábrázolásához a képernyőn. A bábfilmek egyik népszerű és ismert fajtája a gyurmafilm, amiben mindent gyurmából építenek meg újra és újra. De a rajzfilmek többségét manapság már számítógéppel készítik, először is a géppel megalkotják a szereplőt, egyfajta digitális bábot, majd kiszínezik és életre keltik. Pontosan így készült a fixikről szóló rajzfilm is. Mit csinálsz, Tom Tomás? Új rajzfilmet rajzolsz? Nem, csak átrajzolom az előzőt, hogy Nolik ne legyen olyan mérges. Jó, csak csináld, én addig ide hívom. Nolik! Nem vagyok itt! Nolik! Bocsáss meg! Léci, ne haragudj rám! Készült egy új rajzfilm! Már láttam a lüktetőt!
kérdezed? Mivel egészítetted ki? Rajzoltál egy púpot is nekem? Nem talált. Az egészet újra csináltam. Biztos, hogy tetszeni fog. Biztos? Hát jó, akkor gyerünk, hadd nézzem azt a rajzfilmet. Csendet kérünk a teremben, és kezdődik! Ez az! Ez a rajzfilm már kedvemre való. Jó, mert már nincs több papírom. Az első rajzfilm azért viccesebb volt. De ez mégis jobban sikerült. Igen!